Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a VNTV Viva Natura televízió kedves nézőit. Ezúttal a Fere adásorozatunkban Petrezselyem József úrral beszélgetek, aki Magyarországra, lehet így mondani, elhozta a pránadi tudását ezelőtt 26 éve, és őt egyszerűen mindig csak Józsi mesternek hívják, vagy Józsinak hívják, ami a közvetlenségedet árasztja, ugyanakkor olyan óriási tudásod van, amit személyesen is nagyon sokan megtapasztaltak, és nagyon sok embernek tudtál segíteni az életbe. Az előadásában azt fejeztük be, hogy 128 ezer ember már a pránanadi követője Magyarországon, és ugye azt is el kell mondanom, hogy te szerénységből nem mondtad el, hogy egész Európában a mesterek azt mondják, hogy igazából itt működik legjobban a pránanadi közössége. Ugye szerénységből nem mondtad, én ezt más forrásokból szedtem össze. A kritikus tömeg, hogy áttörjünk valamit energetikailag információ szempontjából, ez ilyen 144 ezer, 150 ezer ember, hogy erre milyen lehetőséget látsz, hogy milyen erőfeszítéseket tesztek. Nagyon szép számot mondtál, tehát reméljük, hogy ezt sikerül elérni. Tevékenykedünk, tehát dolgozunk ezen, hogy minél többen megismerjék. A megismerés azért fontos, hogy az emberek tudjanak önmagukkal foglalkozni, és másoknak is tudjanak segíteni ezáltal. Tehát nem a tömeg a számít. Nem az a lényeg. A minőség számít. Tehát a minőség számít, így van. De viszont ugye minél többen megismerik, annál több embernek tudnak segíteni. Tehát az ugye a tömegvonzás, hogyha egy ember megismert, akkor az legalább három embernek tud segíteni. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezt a 140-150 ezer embert elérnénk, mert ez azt jelenti, hogy egyre több és több ember tud segíteni másoknak. Olvastam itt, hogy minden évben rendszeresen pránadi táborokat tartotok, ahol nem csak ti, hanem más mestereket is, más ismereteket is elhívtok. Ennek mi az indítatása, miért van ez? Az indítatása az, hogy nyitni kell a világ felé. Tehát megkaptuk az engedélyt 3 évvel ezelőtt, hogy nyithatunk a világ felé. Ezért a táborunkban volt már ferences pap, aki előadást tartott, jógáról is tartottak előadást, buddhizmusról is, más vallásokról is tartottak előadást, különböző ezoterikus és különböző energetikai ágazatok vezetőit hívtuk meg, akik előadásokat tartanak. Tehát úgymond a nadi közössége nyitott. Tehát mi bárkit elfogadunk, bárkinek a tanításán részt veszünk, meghallgatjuk. Uh-huh. Tehát nincsen bennünk olyan, hogy mi oda mi nem megyünk. A nepáli mesterek mennyire öregszenek, mennyire van ott is utánpótlás, akinek át tudják adni a tudást? Hát ott sajnos ezzel problémák vannak, tehát ők ugye már idősek, tehát ilyen 68 éves a legfiatalabb, és 89 éves a legidősebb most jelen pillanatban. Ők nagyon magasan vannak fönt a hegyekben, vagy hol laknak? Milyen hát különböző helyeken vannak. Uh-huh. Tehát azt mondom, hogy nem egy helyen vannak, hanem különböző helyeken lehet őket megtalálni. Uh-huh. Megmondom, miért kérdeztem ezt, volt itt nálam egy szerzetes, aki 10 évig ült barlangba és meditált, és valahogy én véletlenül megmertem kérdezni, hogy ők hogy táplálkoznak, mit esznek, tehát 10 évig nem tudsz ülni étlen szóval, és azt mondja, hogy hát ez egy érdekes dolog, ő egy 3500 méter magas helyen töltött az életét, hogy kijössz, és akkor elmész kordulni, mert ugye elkötelező kordulásból, és 2 dolgot tudott kordulni, az egyik az jakhús volt, a másik meg jakvaj. És akkor mondom, milyen szempontból a vegetáriánus étkezés ez mennyiben tud dominálni a te életedben? Erre mosolygott, azt mondja, ha ott fönt vetnél egy kis búzát vagy köles, meglátnád, hogy mi lenne az eredmény. Tehát azt mondja, mentális úton mindent képes vagyok átalakítani, és akkor innen folytatnánk az első adásnak a szellemiségét, hogy hogyan működhet ez, hogy alapvetően ezek az irányzatok vegetáriánus étkezéshez köthetőek, és mégis amikor ilyen szélsőséges helyzet van, már pedig bizonyos magasságok fölött elég nehezen lehet mezőgazdasági terményeket összeszedni, hogy hogy tudja átalakítani bárki ezt a húsevést, meg a zsírfogyasztás, stb. Mint ahogy mondottad, tehát, hogy átalakítják. Tehát van ilyen lehetőség, hogy energetikailag átalakítani. Tehát mi is voltunk 3780 méter magasságban, ott szerencsére volt rizs, tehát rizst hoztak, de viszont jakvajjal volt keverve. Uh-huh. Tehát ott is ugye belekerült valamilyen szinten. Húst is ettek, tehát ott az ott lévő emberek, tehát ott húst is ettek, mert tényleg valójában nem terem meg semmi. Át tudják alakítani.
tehát energetikailag átalakítják. Vannak mantrák, tehát például az állat megölése előtt felkészítik az állatot, tehát megtisztítják, úgymond. Megtisztítják azoktól a stressz helyzetektől, ugye, ami az öléssel kialakul. És maga az ölés után is szintén szertartást végeznek, tehát ez nem úgy van, mint itt van egy disznóvágás, hogy, hogy reggel leölik, és akkor utána már perzselik, és akkor és délen mondjuk egy órára már be is fejezték, hanem itt ez egy hosszú metódus, tehát amikor a felkészítik az állatot, akkor leölik, elkészítik, és még az elkészítés után is vannak mantrák, tehát amiket elmondanak. Ezek a mantrák alakítják át úgymond energetikailag, tehát azt a húst olyanná, hogy az az emberbe semmiféle negatív dolgot nem okoz. Az előző adásban beszéltünk arról a titkos szerszámos ládáról, ami szimbólumokból áll, és akkor ott fejeztük valahol be, hogy nekünk el kéne ezt mondani, hogy a szimbólumok milyen módon tudnak bizonyos szituációkba segíteni, illetve hogyha nem beavatott, bármilyen módon ezt a szimbólumhoz hozzáfér, akkor akár esetleg ártani tudna és nem használni. És egy csodálatos ajándékot hoztál nekünk, amit most szeretném, hogy egy kicsit elmondanál nekünk, illetve a véleményed az, hogy egy-egy fajta szimbólum milyen módon különböző egy másik szimbólumtól, és abban a szimbólumban hogyan lehet információt, energiát feltölteni, hogy az hason. Hát, tehát amit itt látunk, tehát ez egy kint Nepálból hoztam a számodra ajándékként. Tényleg gondoltad ránk, hogy nekünk hozod el? És igen, természetesen. És tehát odakint én arra gondoltam, és mielőtt becsomagoltam, tehát azelőtt voltunk egy tanítónál, egy idős embernél, és akkor megkértem, hogy tegyen rá áldást. Hogy nektek ez sikert és szerencsét hozzon. Tehát, mint ahogy látható, tehát itt is nagyon sok mindent ábrázol, tehát ugye egy ülő alakot, tehát aminek zöld formája, tehát zöld színe van magának a testnek. Tehát ez is egy úgymond egy szimbólum, tehát amit itt látunk. Tehát ez úgy összefoglalva szépen, tehát minden tevékenységnek a segítője. És érdekes, tehát ugye egy alakot látunk rajta, felhőket és egy a kezében tartó virágot, és mégis, tehát nekünk ez abban segít, hogy a tevékenységünkben bármilyen tevékenységet végzünk, ez legyen akár tanulás, legyen akár munka, legyen akár szórakozás, tehát abban képes bennünket segíteni, úgyhogy ezt pozitívan éljük meg. Uh-huh. És például, mit tudom, egy lábfájásra, ugye maradjunk itt, akkor ott egy másik szimbólumot használsz, igen, és akkor azt töltött fel energiával, igen, és elvileg ezt mi úgy hívjuk, hogy bioszinkronizáció, vagy fantomizálás, az orosz tudások szerint, hogy én rágondolok arra az illetőre, vagy akinek szeretném adni, hozzáteszem a szimbólumot, és azt feltöltöm energiával, vagy hogy kell ezt feltölteni? Nem, ez fordítva működik. Tehát, igen, maga a szimbólum tölti fel energiával azt a területet, ami éppen fáj. Uh-huh. Tehát ezt úgy kell hogy kötöd össze velem, elnézést? Igen, ezt úgy kell elképzelni, mint a villanykapcsolót. Aha. Tehát ugye én, mint ember, oda megyek, és felkapcsolom ezt a kapcsolót. Nem én fogok világítani, hanem az izzó. Aha. Tehát maga a szimbolika így működik. Tehát, hogy ő fog működni, de viszont kell hozzá egy ember, aki elindítja. Uh-huh. Ennek van egy szabályrendszere, hogy ezt hogyan kell működtetni. Ez egy szigorú szabályrendszer. Tehát ennek több pontja van, és ezeken a pontokon végigmenve csak úgy tudjuk használni. Tehát ha valamit kihagyunk belőle, akkor nem működik. Uh-huh. Tehát ez olyan, mint amikor a háziasszony elkezd főzni, és elfelejti a tűzhelyet bekapcsolni. Uh-huh. Vagy bemegyünk egy sötét szobába, és szeretnénk valamit megtanálni, de elfelejtjük felkapcsolni a lámpát. Uh-huh. Tehát így kell elképzelni. Tehát, hogy akkor nem működik. Uh-huh. Tehát maga a szimbolisztika az, ami feltölti azt a területet, ahová alkalmazzuk, de mi vagyunk az, aki elindítja arra a területre. Szabályok szerint. És mindenki ezt a szimbólumot megismeri, utána az ő energiájával is hozzátesz ez a rendszerhez valamit. Nem. Tehát ez tisztán marad ahonnan jött a tudás, és ez innentől nem lehet, hogy más avatatlan, aki nincs beavatva hozzáférjen, mert így őrizik meg a tisztaságát, jól érzem ezt? Így van, pontosan. Tehát nagyon-nagyon lényeges, tehát a tisztaságának a megőrzése. Hmm. Tehát ha például valaki elhagyja tehát ezt a rendszert, és nem alkalmazza, akkor nem működik.
tehát nem dolgozik nála ez az energia. Tehát akik korábban Prándad is volt, és kilép ebből a rendszerből, viszi magával a szimbólumokat, mert a kis szerszámos ládáját megkapta, akkor ebből a rendszerből kvázi kiiktatja magát, és nem működik neki? Ha nem alkalmazza, nem használja, akkor egy idő után ezt elveszik a tudás. Volt egy nagyon érdekes dolgot, kezdtünk el beszélni az előző adásban, mégpedig az, hogy számtalan vagy számos orvos elkezdte használni a Pránadit, és én elég sok adást csináltam itt az integratív medicináról, amikor ők csak anyagszinten próbálják meg az egész testet gyógyítani, de lélek meg energetikai szinten nem is tudnak hozzá szólni. Na most, amit itt megismernek ebből a fél óra beszélgetésből, hogy látják, hogy az emberek látják ebből, hogy itt valami más, nagyobb, felsőbbrendű energia használásáról van szó, amit ha be lehetne építeni az integratív medicina által egy általános orvosnak a tudásába, abból csodákat lehetne elérni. Milyen gyakorlati tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban? Nagyon jó gyakorlati tapasztalataink vannak. Tehát maga az energetikával való alkalmazás, tehát amikor is, tehát egyáltalán nem mi vagyunk azok, akik ezt a tevékenységet elvégezzük. Tehát maga a gyógyító tevékenységet nem mi végezzük, hanem a rajtunk keresztül futó energia. Tehát mi a villanykapcsolót nyomjuk fel, azt mondom. Így van, tehát mi felkapcsoljuk a kapcsolót, és nem mi világítunk. Ugye így szoktam, olyan szépen szoktam fogalmazni, hanem ugye a vezetékbe ekkor áramkört képeztünk, és az izzó világít. Tehát ez így néz ki, hogy a pácienshez eljut ez az energia, és akkor ott működik, ott tevékenykedik. Hogy milyen szinten működik, tehát az, hogy testi, lelki, vagy spirituális szinten, ezt maga a szimbolika határozza meg. Tehát vannak különböző eszközök, mint ahogy beszéltünk ugye a szerszámos ládáról, és ezeket az eszközöket úgy kell használni, ha a páciensnek van egy ilyen és egy ilyen problémája, akkor már egy olyan eszközt fogok alkalmazni, ami ezt a hármat tudja szinkronba hozni, vagy harmonizálni. Nagyon érdekes, mert hogy én folyamatosan úgy teszek fel kérdéseket, hogy közben csatornázok is. Következő kérdésem jött most ebben a pillanatban, hogy ezekben a pránadi közösségekben, oktatás kapcsán találkoztál-e már olyan lelkekkel, akik esetleg korábban már egy más életükben, mondjuk Nepálban, úgyszintén már kapcsolatba kerültek ezzel a tudással, és most itt a reinkarnációba újból be tudtak lépni ebbe a közösségbe. Tehát, hogy vannak ilyen visszacsatolások ilyen szempontból? Igen, vannak. Igen, találkoztam. Tehát találkoztam több ilyen esettel. Tehát nem egy esettel, nagyon sok esettel találkoztam, amikor elkezdtem beszélni róla, majd, hogy nem folytatta a mondatot. Tehát ez azt jelenti, hogy ő már előző életben találkozott ezzel. Van egy most már 18 éves lehet körülbelül, 7 éves korában találkoztam vele először ezzel a leányzóval, aki egy szinten, második szinten lévő oktatáson részt vett, és ott csak beszéltem a dolgokról, megcsinálta az alap dolgokat, és őt utána nem is láttuk a bordásfalon, a biciklin, a futópadon, mindenhol, mert ez egy tornateremben volt az oktatás, és őt mindenütt meg lehetett látni, de ott nem. Tehát, hogy ő nem tanult a többiekkel együtt, akik folyamatosan rajzolgattak és olvasgattak, ő viszont nem. És amikor vizsgára került a sor, fel volt háborodva, hogy őtől miért nem kérdezek. És akkor mondtam, hogy jó, akkor kérdezek. És akkor elkezdtem tőle kérdezgetni, és úgy visszaadta, tehát azokat a leadott dolgokat is, amiket ugye meg kellett tanulni, úgy visszaadta, mint aki már, mit tudom tehát én... Tehát végig unatkozta a tanfolyamot, de közben mindent tudott aztán. Igen, így van, tökéletesen tudott. Sőt, van egy ilyen kis rajzolati vizsga is, és fel volt háborodva, hogy jó, a legkönnyebbet húzta ki, mert ilyen kis tételt húznak. És fel volt háborodva, és mondtam neki, hogy jó, akkor legyen, tehát ne legyen ebből probléma, tudod mit, rajzol, de mindet. Tényleg lerajzolhatom, és mondtam, hogy igen, lerajzolhatod. És ketten voltak rajtam keresztül ott már, akik ugye elvégezték ezt a tant, és hárman néztük azt a bizonyos rajzokat, és azt mondtuk, hogy szimbólumokat rajzoltak. Igen, szimbólumokat rajzoltak, és nem találtunk benne hibát. Jó. Tudnál nekem arról mesélni, hogy milyen volt az első utaztatásod, amikor téged utaztattak, hogy hova utaztál el, hogy neked volt-e ilyen előző életi tapasztalásod Pránadival, van-e ilyen reinkarnációd, ami már ehhez a világhoz köt téged?
Hát a legeslegelső utazásom az nem ezzel kapcsolatos volt, hanem Olaszországban valami kelmét árultam. Tehát ez volt a legelső utazásom. Utána természetesen volt több utazásom, ahol találkoztam ezzel a dologgal. Volt olyan, hogy szent iratokat menekítettünk egy ilyen hegyi ösvényen, ahol végül is lezuhantam a szakadékba. Tehát találkoztam én is tehát ezzel a tannal, tehát többször is, több életen keresztül is voltak tapasztalásaim. Ezzel a tannal több dolgot tanultam én is szintén, tehát nekem is voltak déjà vu érzéseim többször, tehát amikor az oktatások folytak, és azt mondtam, hogy igen, én ezt már tudom. Hogy erre kicsit az utaztatásról beszélj már egy pár gondolatot, hogy jó magam is részt vettem, tehát hogy tudnék ebből, csak nem tudom, mennyire adekvált vagyok én arra, hogy én erről beszéljek, hogy mi történik ott, tehát hogy mi ez az egész utaztatás? Hát itt szépen lehetne fogalmazni, hogy mély lélektani meditáció. Tehát egy ilyen szép fogalmat lehet elmondani erről, mert itt meditatív, egy kicsit mélyebb meditatív állapotban van, aki az utazást végzi, bármikor abba hagyhatja. Tehát nem regresszió, nem okoz lelkitörést, lelki problémát, tehát semmi olyan dolog nincsen. Tehát bármikor visszajöhet. Maga a technika felépítése, tehát úgy építették fel az egész technikát az ősi időszakban, hogy semmiféle negatív hatása ne legyen. Tehát csak azt láthatja, és csak olyan mélységig, mondjuk egy előző életből, amennyire fel van készülve. Tehát amit fel tud dolgozni. Hogyha nem tudja feldolgozni, ugye akkor az nyomot hagy benne, az kellemetlen. Nagyon sok probléma, betegség is gyökerét. Nagyon sok betegség gyökerét találjuk meg. Igen. És ott akkor oldja is az utaztató, azt meg tudja oldani, hogy így van. Kivezeti abból a dologból? Igen, így van. Tehát volt olyan probléma, amiből egyszerűen nem tudtuk, hogy miért. Hogy honnan alakult ki tehát maga ez a problémája. És utaztatás közben kiderült, hogy egy 18. századbeli életében találkozott valakivel, aki egy ilyen lelki törést okozott benne, és ez még mindig ott van, és ez nyomot hagyott. Ott kidolgozták, és megszűnt a problémája. Van egy huncut ravasz kérdés. Természetgyógyászként én nem rendelek, csak van ilyen tapasztalásom, hogy nagyon sokszor olyan embereket vonzunk be, akinek hasonló problémája van, amiből hasonló betegség keletkezik, mint amit egyébként mi még nem oldottunk meg. Ha az utaztatómester mennyire igaz erre ez az állítás, hogy ő teljesen semleges bír maradni, vagy azért ez működik, hogy egy olyan nő, akit előző életében erőszakoltak, hogy ő mint utaztatóként mindig olyanokat fog bevonzani, akinek hasonló problémája volt az életében, hogy mindig ilyet kell megoldania. Erre biztos neked sokkal jobb rálátásod van, csak jött a kérdés, hogy kellett tennem. Jó. Tehát természetesen, tehát maga az utaztatónak kívül kell maradnia. Mindig tud? Nem. Hát azt mondom, hogy 80%-ban tud. Ott kell lenni 20%-ban. Tehát azért mondom, hogy 80%-ban tud, mert 20%-ban ott kell lenni. Tehát neki nagyon oda kell figyelni arra, hogy hát nehogy véletlenség ott valami kellemet. Ott a szituációba. Igen, így van, hogy benhagyja a szituációba, hogy nehogy valami kellemetlenség legyen. Tehát 80%-ban kívül tud maradni az egészen. 20%-ban benne van valamilyen szinten, tehát hogy érezze azt, hogy meddig mehet el. És addig fogja csak elvinni, ameddig lehet. Tehát a páciens meghatározza, hogy hol van az a határ. És ezt a 20%-ot, ezt lehet így, ezzel lehet játszani, úgymond. 80%-ban teljesen kívül van. Voltak már olyan szituációk, hogy amit utaztatás közben elment helyszínekre visszakontrollálva, esetleg a visszacsatolásokat meg lehetett tenni? Igen, volt. Nekem volt egy esetem, Franciaországban élt ez az illető, és tudta is a nevét, vagy az előző életbeli nevét. Majd 2-3 hónap múlva Franciaországba mentek egy ilyen csoportos kirándulásra, és az idegenvezetőt addig nyaggatta, amíg tettek egy kitérőt egy falunak a temetőjéhez, és ott megtalálta ugyanazon a néven a saját maga sírját, igen, sőt a halál időpontját, évszámát, ugye, mert ott nem írják ki dátumra, de a halál évszámát is, amit ő leírt. Jövőbe való utaztatás, ez hogy működik? Jövőbe való utaztatást azt nem szoktuk engedélyezni. De elvileg van ilyen technika? Elvileg tehát tudna,
tehát itt is, csak viszont az még ahogy szépen fogalmaznak, az nem szilárd. A jövőben minden változik, mondta mindig a Hildomár. Mindig változik, igen. Ez egy fantasztikus dolog, és megmondom, nekem ott volt nagyon érdekes visszaigazolásom, hogy amikor visszajöttem, beszálltam az autóban, mindig van egy diktafon. És abban az első fél órában, amikor még nem is tudod, hol vagy, amiket én ott lediktáltam, azt egyszerűen én ésszel, nem tudok olyan sztorit kitalálni, amikor ott előjöttek, elolvastam, és bármikor egyébként félelmetes dolgok vannak. Egy nagyon érdekes szituáció, nem velem történt meg, amikor még a lélek, amivel foglalkoztunk, nem volt anyagi testben, hanem valamikor az univerzumban jött valami büntetés, vagy utazás kapcsán. Ezeket hogy lehet felfedezni? Nem találom, hol vagy? Ugye megkérdezik, hogy hol vagy. Köszönöm, nem érzem sehol. Ilyen szituációban hogy tud tovább lépni az utaztató, aki? Hát, megmondom őszintén, ilyennel nem találkoztam, tehát szakmai tapasztalatom nincsen, csak egy elképzelésem van. Említsük már meg Imre Mestert, aki fantasztikus. Igen, tehát Sütő Imre, okay. Ő a utaztatás atya. Tehát ő az, aki maximálisan ott van ebben a tudásban, tehát nagyon nagy képességű, nagyon-nagyon jó tanító. Rengeteg ember tanított meg. Nagyon-nagyon jó tanító, tehát én nagyon szeretem az ő tanításait. Ő megmondja a véleményét, tehát hogyha valaki megy hozzá kérdéssel, akkor megmondja a véleményét, és nagyon-nagyon szeretem azt, hogyha ha valaki igenis oda mondja azt, amit gondol. Elérkeztünk egy kritikus ponthoz, mert amikor az ember szépen meséli a mesét, én így fogalmazok, de elmegy a Pránadira, elkezdik a lelkének a mély titkait fölhozni, na most azt vagy elfogadja, igaz, vagy elkezd hazudozni, és valamilyen módon ebből konfrontáció lesz az életében, meg magában belül is. Ezeket a szituációkat hogy tudjátok kezelni? Mert azért ez kihozza a utaztatás végző. Kihozza. Tehát látja, hogy már hantázik. Aha. Sztorizik, úgy mondjuk. Igen, sztorizik, és kihozza. És ha sztorizol, akkor nem lehet segíteni rajtad, mert akkor... Így van. Tehát akkor kihozza, és akkor elbeszélget vele, hogy vagy tényleg, tehát odafigyel, és nem szövi túl az eseményeket, és nem sztorizgat, hanem tényleg, tehát élje meg a dolgokat. Az első találkozásunkkor is az volt a benyomásom, hogy egy szeretetteljes ember, mert árad belőled a szeretet. Hogy ez mennyire, bocsánat, rosszul fog tanulható a Pránadi szempontjából, hogy én találkoztam nagyon sok 9-es, nagyon nagy tudású emberrel, de nem éreztem sugározódni, ez tanulható, vagy följön, vagy meg kell engednie magából a szeretetet. Hogy van ez egész szeretet kérdés a Pránadin belül? Mert tanítónak szeretetből kell állnia. Csak szeretetből. Így van. Tehát szeretetből, odafigyelésből, segítőkészségből. Tehát ha így állunk hozzá, akkor ez a szeretetes sugárzik. Vannak olyanok, akik már jönnek Szolnokra például. Beszéljünk egy kicsit Szolnokról is. Most volt a hétvégén egy ilyen képzésem, és mondta a tanítvány, hogy pontosan nem tudta, hogy hova kell jönni. És egyszer csak, amikor már Szolnok közelébe értek, érezte, hogy valami energia, és szabályosan oda vezette. A kapu elé, ott álltak meg, és ott kérdezte meg, hogy hová kell menni. Aha. És akkor mondták, hogy itt van, a kapu előtt. Hány évnek kell még ahhoz eltelnie, hogy ezt bátran kimerjük mondani, hogy az embereket energiák vezetik, mert ha megnézed ezt a tankönyveket, zseniálisan erről semmit nem tudunk, a szimbólumok erejéről, információtartalmáról, az az energia, ami összeköt embert, ami két embert eltávolít, pedig ez a létezésünk, életünknek az alapja, és erről ma még mindig nem lehet beszélgetni. Milyen ötleted van, hogy ezt a falat át lehessen törni? Nyitni a világ felé. Tehát amennyire... És nem hagyni, hogy ők bezárjanak ez így be, igaz? Így van pontosan, tehát hogy nyitni a világ felé, és minél jobban megismertetni a hétköznapi embereket azzal, hogy létezik más is. Tehát nem csak a fizikai testünk van, hanem létezik az fölött még valami más is. És nagyon egyszerű, tehát egy légzés technika, tehát amit elkezdünk mondjuk az orrunkon keresztül lélegezni be és ki, csak annyi, becsukom a szemem, ér egy nagy stressz helyzet, vagy bármi egyéb, és leülök, és nem mérgeskedem, nem bosszankodom, nem haragszom, hanem becsukom a szemem, és csak befelé figyelek, és orromon keresztül lélegzem, és meg tudom oldani egy olyan szituációt ordibálás és kiabálás nélkül, amit egyébként nem tudnék megtenni. Ugye a csend vezet vissza magunkhoz. A csend. Ugye korábbi adásokban mindenféle, bocsánat,
dolgokra kértelek, hogy manifestálj meg az újadat, tekergesd, elnézést kérek érte, mert látjuk, hogy nem ez a lényege a dolognak, csak van egy ilyen vetülete is, hogy itt az adás vége felé egy ilyen pár perces közös csend meditációt bemutatnál nekünk, amit vezetni lehetne, vagy ez önmagában meg se szólaljunk, mert úgy működik az egész. Tehát amit most a kedves néző visszateker az elejére, és akkor egy pár percet közösen zümmögünk, én így jól csak ezt a dolgot. Igen. Lehet egy nagyon-nagyon alap technika, tehát amikor is úgy kell elhelyezkedni, tehát ahogyan nekünk kényelmes. Tehát a kéztartás az, ahogyan gondoljuk, ahogy nekünk kényelmes. Tehát nem kell egy szimbólumot fölvenni. Ha térdemre teszem a kezem, akkor a térdemem van, hogyha felfelé tenyérem, van, aki ugye így meditál, hogy tenyér felfelé van, ugye az univerzumból jövő energiákra koncentrál, vagy pedig ugye a koronacsakrát, tehát a fejtetejére koncentrál, tehát ugye többfajta ülőhelyzet van. Én azt szoktam tanítani, és azt szoktam mondani az embereknek, hogy figyelj, úgy, ahogy neked kényelmes. Próbálj meg egyenes háttal ülni, tehát amennyire lehet, próbálj meg egyenes háttal, de ha nem tudsz, az sem baj. És az alap az, hogy figyelj a légzésedre. Ugye orron keresztül lélegzünk be és ki, tehát amikor becsukjuk a szemünket, ugye egy belső csendet teremtünk. És amikor az orrunkon keresztül beszívjuk a levegőt, csak orron keresztül lélegzünk be és ki, és csak arra figyelek, ahogyan a levegő áramlik. Be és ki. A gondolatok jönnek, mennek, nem szabad ragaszkodni hozzájuk, engedjük el őket. Az elengedés annyit jelent, hogy nem állítjuk meg, nem figyeljük meg, és nem szőjük tovább azt a gondolatot, hanem elengedjük. Csak arra figyelünk, hogy lélegzünk. A külső zajok eljutnak hozzánk, de nem zavarnak. Megköszönjük a külső zajoknak, hogy segítenek bennünket a meditációban. És csak orron keresztül lélegzünk továbbra is be és ki. És ezzel egy belső békét, egy belső nyugalmat teremtünk. És akkor ezt lehet hosszú időn keresztül folytatni tovább, tehát ez, az alapja az körülbelül egy olyan 5 perc. Tehát egy olyan 5 percen keresztül, de nem tudom ez alatt az 1 perc alatt is, hogy olyan érzem. Az igazság, hogy nagyon jó, tehát sokszor, ha félre vonulhatok, és akkor én ezt mindig anna-panna légzés technikával. Van egy kis fokozása. Tehát nem, én téged érezlek közben, tehát hogy olyan energiád van, lehet nem is tudatosan, hanem ahogy az ember közel kerül hozzád, teljesen valamilyen módon hatsz a lényemre, és ez abszolút nem negatív dolog, tehát nem ledegradálsz meg semmit, hanem együtt vagyunk ebbe az energiamezőbe, és ez, igen. És ez jó volt. Kicsit beszéljünk erről a Szolnokról, ugye, mert utoljára való Csömörön, vagy hol találkoztunk? Vagy igen. Mi ott volt, hogy itt van most az új Pránadi központa? Igen. Szolnokon megvásároltunk egy ingatlant, ez a tradicionális központi Pránadi alapítványnak az oktatási és meditációs központja. Tehát ide bárki, aki úgy gondolja, hogy hát szeretne egy kicsit elcsendesedni, akkor be lehet jönni, be lehet ülni például, és akkor lehet egy kicsit meditálni. Vannak olyanok, akik a hétköznapi stressz utáni munka után csak bejönnek, egy fél órát bent ülnek, és mondták, hogy már is megnyugodtak, lecsendesedtek, és már is most már mehetnek haza. És lesz minden évben, ugye most hány éve, 10 éve van már Pránadi tábor, igaz?
18 éve van már Bránonadi táborunk. Ez a tábor is inkább a családias légkörre, az egymással való kapcsolatra. Tehát főleg családok jönnek. Hát nem csak családok, tehát barátok, ismerősök. Tehát nálunk a tábor az nem zárt. Uh-huh. Tehát egy nadi tábor az nem zárt. Bárki jöhet, most is lesz majd. Orosházán? Orosházán, július 15-től 21-ig, hogy várunk mindenki sok szeretettel. Uh-huh. Erre a táborra nagyon jó kis programok lesznek. Van honlapja is a bránonaditábor.eu, tehát ezen megtalálhatóak vagyunk, van Facebookunk is, tehát ahol szintén megtalálhatóak vagyunk, és ezen információkat közlünk majd. Van még egy kérdésem hozzád. Ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy ne az elménkből, hanem a szívcsakránkon keresztül, a szívünkből éljük. Ugyanakkor mindig a felső bénünkkel, a koronacsakrán keresztül akarunk kapcsolatot teremteni, de igazából lehet ezen változtatni, vagy kell ezen változtatni, hogy a szívcsakránkhoz közvetlenül kapcsolódjunk, vagy a koronacsakrán keresztül? Elég bután tettem fel a kérdést, de érted nagyjából, hogy mire? Értem, igen, értem, hogy mire gondolsz, de az lenne a legeslegjobb, hogyha a koronacsakrát összekötnénk a szívcsakrával, és akkor ezen keresztül találkoznánk. Vannak ilyen masszírozások is, amikor igen. Tehát maga a nadi technikája az pontosan ezt teszi. Hogy a koronacsakrát összeköti a szívcsakrával, és akkor a két kézen keresztül áramlik ki a szeretet energia. Én úgy gondolom, mi van, amit szeretném még elmondani? Mert ugye leültünk csak ide, annélkül, hogy különösebben megbeszélgettük volna, hogy illetve amit megbeszéltünk, hogy beszélünk arról, szinte semmit nem beszéltünk, viszont ami jött közbe, az meg szerintem így volt érdekes ez a dolog. Igen, igen. Hova akarsz te jutni ezzel, személy szerint Petrezselyem József ezzel a Pránadival? Hát, hogy hova szeretnék eljutni? Hogy mindenkinek tudjunk segíteni, aki hozzánk fordul. Ide szeretnénk eljutni. És oda szeretnénk eljutni, hogy ismerjenek meg bennünket az emberek, és akik megismernek bennünket, azok éljék az életüket boldogan és szeretetteljesen. Többször láttam nyilatkozni a te nepáli mesteredet, hogy nekünk mekkora szerencsénk van, hogy te lehetsz a tanítónk Pránadi szempontjából. Soha nem volt a fejedben, hogy ott ülsz egyszer majd Nepálban a kis mestereid között, és ott éled azt a szent életet, amit egyébként minden évben alig vársz, hogy ide kijussál, és velük együtt legyél. Hát, megmondom őszintén, tehát ahová születünk, ott van dolgunk. Ott van dolgunk. Ott kell tevékenykednünk. És én mivel Magyarországra születtem, tehát ezért itt Magyarországon kell tevékenykedni. Hát az, hogy az embernek vannak vágyai, hogy egy olyan környezetbe eltöltsön időt, ez a 3 hét, 1 hónap, másfél hónapos időtartamok, tehát ezek nagyon jók, hogy az emberek kicsit, nagyon szépen szoktam fogalmazni, hogy hazamegyünk egy kicsit, de ugye a tanítóm is, akivel beszélgetni szoktunk ezekről a dolgokról, tehát ő is mindig el szoktam mondani, hogy lehet, hogy majd egyszer eljön az ideje, de az még nem most van. Nagyon szépen köszönöm ezt a zászlót. Köszönöm. És akkor, aki nyitni szeretne ebbe a világba, az hol ér el benneteket, még egy e-mail címet legyen kedves? Tehát van az info@prananadiközpont.hu, ezen a központi alapítványunkra ide lehet írni. És ott tudnak tanfolyamokra, gyógyításra? Igen, ott lehet jelentkezni. Igen. Táborunkban viszont várunk mindenki sok szeretettel. Én is meg fogom látogatni a táboratokat. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, ezutere felét láthattatok. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portáján találjátok. Ismétlésre ki fogjuk tenni a korábbi két filmünket, mert valamilyen módon ez a mostani két film is csatlakozik ahhoz, amit akkor már elkezdtünk megbeszélni. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm.